2020 elején az apátfalvi Kucsora István egy étrendkiegészítő termék ötletgazdája és felesége azzal keresték fel Szekeres Ferencet, a település polgármesterét, hogy lenne egy beruházó, akinek segítségével megmenthetnék az enyészettől a közel 120 éves egresi kúriát. Az említett vállalkozás az Alba Növszer Kft. Volt, a történelmi épület új funkciójában pedig a táplálék kiegészítő szeletnek szolgál majd otthonául. Az önkormányzat szívesen vette a lehetőséget, és miután az ingatlant 10 millió forintért eladták a beruházónak, az hozzákezdhetett a terület rendbetételéhez. A folyamatokat a tulajdonos cég megbízásából Kucsora István felügyelte. Gyakorlatilag mindent fel kellett újítani, kivéve a támfalakot. Romokban állt a tető, örökzöld bokrok nőttek a tető hátulján. Máladozott a vakolat, össze volt törve a régi terasz, hordalékfölddel betömve a szuterén szint gödre. Az egész telek hordalékfölddel kiegyenlítetlenül fel volt töltve. Nem volt olyan része ennek a teleknek, amihez ne kellett volna nagyon komolyan hozzányúlnunk, gépi erővel, kézi erővel. Amit nekem célul kitűzött a tulajdonos cég, az az, hogy 100 millió forintba férjen bele. Ha egy mód van rá, olyan megoldásokat, olyan technikákat válasszak. És hát ez szerint eljárva próbáltuk meg a maximumot kihozni, úgy az épületből, mint a telekből, vagy a segédépítményekből. Takács Márta volt a felelős a beruházás logisztikai feladataiért, de egyben az ő ötlete volt az is, hogy az egresi kúria épületére essen a választás. Én 2004 óta élek Apátfalván. Én már a legelején, hogy jártunk, keltünk be, láttam ezt a gyönyörű épületet, vérzett a szívem érte, hogy azt látom, hogy ez fokról-fokra pusztul, kihasználatlan, nem nincs gazdája neki. De hát teljesen irreális volt az, hogy valahogy ezen tudjunk segíteni, vagy megvásárolni, tehát szóba se jöhetett. És aztán amikor tavaly előtt fölmerült a Istvánba, meg Iván barátunkba a gondolat, hogy kéne a Tordának egy székházat találni, csomagolóüzemet csinálni, keressünk ingatlant itt Apátfalván, és hát nekem akkor merült fel a fejembe, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk ezt az egresi kúriát megmenteni, és aztán végül is győzött az én ötletem. Ezekben a napokban még apróbb simítások vannak hátra a területen, mint például parkosítási teendők. Ha ez az első ütem lezárul, akkor a következő lépés egy 250 négyzetméteres élelmiszeripari csomagolócsarnok telepítése lesz a kúria mögött. Ezt azonban már nem saját költségből, hanem pályázat útján szeretné megvalósítani a cég. Itt csomagolják majd az étrendkiegészítő szeletet, ezzel pedig indulásként 4-5 új munkahelyet tudnak teremteni Apátfalván. A község azonban nem csak ilyen módon tud majd profitálni a projektből. Felajánlotta a tulajdonos, hogy egy éve több alkalommal az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a kúriát, hogyha szeretnénk valami rendezvényt, kiállítást vagy zenei programot megvalósítani, hiszen van egy nagyon szép, kb. 200 fő befogadó képességű szabadtéri színpad is, és az önkormányzat jó időben ki is szeretné használni, ilyen zenei rendezvényeket szervezni ide a kúriával. A polgármester hozzátette, a település vezetése már az építkezés során is igyekezett gördülékenyebbé tenni a feladatokat. Kezdetben segítettek például a törmelékek elszállításában, de különböző eszközökkel is hozzájárultak a munkavégzéshez.